Az Egyiptom és Ausztrália fölött aratott nagyarányú győzelemmel a magyarok bebiztosították a helyüket a Spanyolországban zajló férfi kézilabda világbajnokság második fordulójába. A keddesti horvátok elleni meccsen Mocsai csak addig játszott a fiai teljes erőből, amíg esélyt látott a győzelemre. A csoportunkban kiemelkedő játékerőt képvisel a spanyol és a horvát válogatott. A mi felelősségünk és feladatunk az, hogy ebből a csoportból tovább jussunk. Én azt gondolom, hogy az Egyiptom elleni komoly és jó teljesítménnyel, és hát várhatóan az alakuló eredményekről hivatkozva meg tudjuk oldani, hogy készülhetünk majd egy másik csoportba a kikimérkőzésre. Csütörtökön is nehéz ellenfél vár a mocsai legénységre. Spanyolországot a VB egyik esélyesének tartják, így a magyar válogatottnak mérlegelnie kell, hogy bevállalja a nyílt sisakos küzdelmet, vagy energiát spórol a kieséses szakaszra. A spanyoloknak is nekiugrunk, megfelelő módon versenyzünk, tapasztalatot szerzünk, de még egyszer mondom, a magyar válogatott a sérülések és a mostani helyzetünkből a kiemelkedő feladatokat kell teljesítenie, tehát a spanyolok erősebbek, mint mi. El fogom dönteni a mérkőzés alapján, hogy ezt tapasztalatszerzésre, vagy a végig a nagy küzdelem fenntartásába bevállaljuk a mérkőzést. A magyar válogatott a kieséses szakaszban a C csoportból kap ellenfelet. Mocsai szerint Szerbia, Szlovénia, Lengyelország és Fehér Oroszország hasonló erőt képvisel.